Oranga! Ez a kedvencem, ez a hint. Érted? Itt el lehet hintázgatni. Na, azért már egy kicsit másabb, ugye? Ez a nyilvános parkoló. Ja. Emlékeztek, tegnap még itt álltam az autóba. Ide hingáltam ki az asztalokat, meg a székeket. Ezt a sok széket, ezt nem mi raktuk, ezt valahonnan bérelték, és akkor az a cég tette ki, szóval ezt nem én. A hangtechnika sem a mi dolgunk. Tehát ezek ilyen bérelt, a kivetítő, meg ilyesmi, ez nem... Ezek bérelt cuccok. De a dekoráció, meg a díszítgetés, meg ezek a szőnyegleterítések, ezek a székek majd el lesznek téve, és akkor itt majd balettoznak a hölgyek. Hát biztos urak is, de főleg hölgyek. Na, szekérből egyelőre ennyi látszik. És valahogy, hogy minden szerszáma izén van napon. Úgy föl fog forrósodni. Jaj! Tehát itt van az oltár. Itt lesznek a múltik. Látjátok. És akkor ez lesz felemelve ilyen marha magasra. Oké. Ezt egyébként volt szerencsém nekem kifaragni. Úgyhogy ezt 3 évvel ezelőtt. Vagy hát 2 évvel ezelőtt, most a 3. Na, szóval egyelőre így állunk most. Olyan meleg van, hogy megőrülsz, de már ilyen, az Isten áldja, meg ilyen gyerekközővel hűsítem magamatat. Szóval itt még lesz munka, ezeket még majd le kell rögzíteni. És akkor majd erre fogunk kimenni. Itt ilyen ajándék szekció lesz. Ugye könyvek, naptárak, gyapamála, kuntimala, füstölő, pénztárgép. Itt pedig Haribol. Itt pedig mindenféle ilyen egyéb dolgok. És itt lesz a konyha. Na jó van, megyek már még. Rengeteg a dolog. De azért így már lényegesen szimpatikusabb a szituáció. És egyébként látjátok, már hozták is a mozgássérült WC-t, meg a női férfi WC-t. Mondjuk tök ugyanaz mind a kettő, szóval nem tudom, mi a különbséget. Semmi. Meg amúgy mindenki a Rocky-ba megy, mert az nagyobb. Jó van. Nem kérnek a bejáratnál Rocky kártyát, hogy azért te béna vagy, bemehetsz-e. Azért szép dekorációk vannak. Mandalák. Na jól van, majd még jelentkezem. Hari Krishna. Hari Hari Bol!